A Deák Ferenc általános iskolában felállított két szavazókörben járultak az urnákhoz a választópolgárok vasárnap. A hetes körzetben kiírt időközi helyhatósági választás nyugodtan, probléma nélkül zajlott. Egy apróbb kampánycsend sértésről érkezett panasz a helyi választási bizottsághoz, egy a szavazókörhöz képest 150 méteren belül kiragasztott plakátról. Mivel a bejelentés nem felelt meg az alaki feltételeknek, a grémium érdemi vizsgálat nélkül elutasította a panaszt. Az 1986 szavazásra jogosult választópolgárból 486 jelent meg, amely 24,47%-a a választóknak. Ez egy szokásos időközi választási eredmény, én úgy gondolom. Az eredmény pedig az, hogy a szavazatok 48%-át szerezte meg a Fidesz-KDNP jelöltje Szabó Péter, így megnyerte a választást. A második helyen Mezősi Árpád, az MSZP jelöltje 37,6%-ot szerzett, Gáspár Viktor a Jobbik színeiben 13%-ot, még Szarka Istvánné 1%-ot szerzett a Munkáspárt színeiben. Szoros választásnak voltunk részesei, fogalmazott Szabó Péter. A hetes körzet új képviselője köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni és kinyilvánította véleményét, és azt ígérte, a következő 3 évben azon lesz, hogy megvalósítsa a választópolgárokkal közösen kialakított programját. Az Ady Endre utcabelieknek fogok tartani egy lakossági fórumot, hogy egy utcafelújítás milyen nehézségekkel vagy milyen munkálatokkal jár. Azt követően pedig szeretném folytatni azt a fajta párbeszédet, amit a kampányidőszakban is folytattam az egész körzet lakosságával. Az alpolgármesterség és a körzet képviselete abszolút összefér, hangsúlyozta Szabó Péter, hozzátéve, hogy gyakran fognak vele találkozni a körzetben élők, akiknek véleményére a továbbiakban is számít. Azt gondolom, hogy azért az eredmények azt mutatják, hogy a választópolgárok is tisztában vannak azzal, hogy és megértették azt a fajta együttműködést, amely létrejött Süli János polgármester úr, illetve az ő frakciója, a Néppárt frakciója és a Fidesz-KDNP között, amely nyilván arról szól, hogy Paks város jövőjéről és arról, hogy az előttünk álló feladatokat minél jobban tudjuk teljesíteni, itt gondolok akár a pályázati pénzekre, hogy ezt minél hatékonyabban tudjuk felhasználni a város érdekében. Szabó Péter a hetes körzet új képviselője lesz ma esti közéleti magazinunk vendége. A műsorvezető Kovács Tibor a híradó után köszönti vendégével nézőinket.